terül-terül a szalkánkban, vagy tegeződhetünk el. Köszönöm szépen, amit gyűjtöttetek nekünk. És hát akkor te ismered a Bátor Tábor, nem tudom a többiek mennyire, úgyhogy egy pár szóban elmondanám, hogy miről is van szó. A Bátor Tábor krónikusan és súlyosan beteg gyerekeknek és a családjaiknak biztosít ingyenes élményterápiás táborokat. Olyan gyerekeknek, akik daganatos betegségből gyógyultak, vagy még kezelés alatt állnak, hemofiliások, krónikus ízületi gyulladással vannak kezelve, ez olyasmi, mint a reuma, de már gyerekkorban, fiatalkorban megjelenik, illetve cukorbeteg gyerekeket várunk a táboraimba. Ezek a gyerekek a betegségükből kifolyólag nagyon sok időt töltenek kórházban, fájdalmas kezeléseken esnek át, nagyon el vannak szakítva a családjuktól, a kortársaiktól, nagyon nehéz visszailleszkedniük ebbe a közegbe, és hát egy csomó mindenről nem dönthetnek, nem dönthetik el, hogy mi történik az ő testükkel, mi lesz a következő lépés, meddig kell kórházba lenni. Tehát egy nagyon izolált állapotban vannak ők is, illetve nyilván a családjaik is, hiszen nem csak a beteg gyerekre hat az ő betegsége, hanem az egész családra, a szüleire, testvéreire egyaránt. Mi a táborban pedig egy olyan közeget biztosítunk ezeknek a gyerekeknek, ahol egyrészt hát nagyon egyszerűen fogalmazva megtapasztalhatják, vagy gyerekek lehetnek újra. Rengeteg élményt biztosítunk nekik, egy nagyon sűrű és intenzív programot, és ezekben a programokban, mindegyikben kihívások elé állítjuk őket, ahogy itt Lény kapcsán is elhangzott, hogy elhiggyék magukról, megtapasztalhassák magukról, hogy ők mi mindenre képesek. A programok között van a lovaglásontól kezdve, evezés, magas kötélpálya, de van zene, színjátszás, fotózás, természetbubár program, íjászat. Tehát nagyon sokféle olyan dolgok, amiket ezek a gyerekek valószínűleg nem csináltak, vagy nem csináltak ennyire sűrítve, ennyi mindent egy helyen. Mert érthető módon nyilván a család is egy ilyen túlóvó, sokszor túlóvó burkot van köréjük, és ők maguk sem merik bevállalni azt, hogy jó, megpróbálom. Hogy hogyan bírjuk őket mégis rá? Hát önkéntesekkel dolgozunk a Bátor Táborban. Ez azt jelenti, nagyon nagy arányban vannak az önkéntesek, tehát 70 gyerekkel, 70-80 főnyi önkéntes táb van jelen minden táborunkban. Ez azért is, nagyon fontos, mert így tudnak olyan figyelmet fordítani a gyerekekre, minden legapróbb sikerélményüket is megerősíteni, hiszen ezektől a megerősítésektől hiszik el a gyerekek magukról, hogy ezt tényleg én csináltam, tényleg képes vagyok rá, nem félelmetes felmászni a falra, legyűröm akár a tériszonyomat, vagy kimerek állni mások elé, együtt táncolhatunk a réten, mondjuk egy ilyen diszkósabb estébe, vagy megmerem mutatni, hogy mi mindent tudok a többieknek. És ennek a másik oldala is megjelenik, az, hogy ők egymásnak is adnak visszajelzést, egymásnak is adnak megerősítést. Ezek a gyerekek a kortársaikról hát nem feltétlenül az elfogadást tapasztalják meg sok esetben. Itt a táborban pedig egy olyan elfogadó, szeretetteli, vidám közeg van, nem csak az önkéntesek által sugározva, hanem egymást által is sugározva, ahol lehet egymásnak kedves, megerősítő, pozitív visszajelzéseket, dicséreteket mondani. És ebben nem csak az a jó, hogyha kapja az ember, hanem azt is nagyon jó megtapasztalni ezeknek a gyerekeknek, hogy amit ők mondanak a társaiknak, az számít. Nagyon is számít a többieknek. Nem csak nyári táboraink vannak egyébként a Bátor Táborban, ahova ezeket a beteg gyerekeket várjuk, hanem ahogy említettem, az egész családot érint egy ilyen súlyos vagy krónikus betegség. Így testvértáborokat is szervezünk tavasszal, ahova a beteg gyerekeket és egészséges testvéreiket együtt várjuk, hiszen a beteg gyerekre általában egy ilyen családban sokkal több figyelem jut, a testvérek pedig egy más pozícióba vagy szerepbe kerülhetnek nagyon könnyen ezekben a családokban. Itt a testvértáborban egyrészt olyan emberekkel találkozhatnak, vagy olyan gyerekekkel, akik nagyon hasonló dolgokon mentek át, legyenek akár egészséges testvérek, vagy ők maguk is beteg gyerekek. Illetve maguk a testvér kapcsolatok is erősödnek, hiszen egy teljesen új közegben látják egymást, új dolgokat tapasztalnak meg egymásról.
És vannak olyan táboraink is, ahova olyan családokat várok, ahol a beteg gyermek fiatalabb, mint 6 éves, tehát egyedül vagy testvérrel még nem tudna eljönni önállóan egy táborba. Ilyenkor az egész családot fogadjuk, ősszel vannak ilyen családi táboraink, ahol az egyes családtagoknak külön-külön is biztosítjuk ezeket a önbizalomnövelő élményterápiás programokat, illetve az egész családot is erősítjük, olyan programokat alakítunk és tervezünk, amelyek során ők tényleg egymást is egy új szerepben, új helyzetben láthatják, és felfedezhetik azokat az erőforrásokat, amik abszolút ott vannak a családban, és amire lehet támaszkodni. Ugye beteg gyerekekről van szó, tehát minden turnusunkban egy egészségügyi csapat is jelen van, egy egészségügyi tím, akik nem fehér köpenyben mászkálnak a táborban, hanem mondjuk úgy, mint én, tehát színes ruhákban, ugyanúgy, mint bármelyik másik önkéntes vagy gyerek, és így egy láthatatlan egészségügyi biztonságot teremtenek. Ez azért is nagyon fontos, mert azért vannak olyan gyerekek, akik mondjuk egy táborozási élmény után azért még visszakerülnek a kórházba, vagy kell még kezelésre járni folyamatosan, de itt az orvosokkal is egy teljesen más közegben és egy teljesen más módon találkozhatnak, és ez nagyon sokat segít a későbbi kezelések során is a bizalomnak az erősítésében. Ez az egész kezdeményezés egyébként nem Magyarországról indult, hanem nagyon jóképű Paul Newman nevű színész talált ki, talán ismeritek, szép kék szeme van. Ő gondolta azt, hogy ő nagyon szerencsés volt az életben, és úgy fel, hogyha ebből a szerencséből vissza is tud adni olyanoknak, akik esetleg kevésbé szerencsések. Aztán Európában először Írországban volt hasonló céllal, hasonló működéssel tábor, és 2001-ben először Magyarországon is. Akkor még a római parton volt két turnus, és 2002 óta pedig a 60-i tábor helyen tartjuk az összes rendezvényünket, vagy tábori programunkat, turnusunkat. Egy folyamatosan épülő, szépülő táborhelyen, ami teljesen akadálymentes, és hát minden ott helyben van, tehát nem hagyjuk el a tábort, van egy kis tó, ahol lehet evezni, van saját magas kötélpályánk, ami kerekesszékkel is megcsinálható, ez egyedülálló itt a közép-európai régióban. És ahhoz, hogy ez működjön, és ingyenesen tudjuk biztosítani ezeket az élményeket a gyerekeknek, illetve családtagjaiknak, nagyon fontos például a ti adományatok is, amit most újra szeretnék megköszönni, hiszen rengeteg kézműves dolgot, meg aranyos kis figurát gyűjtöttetek nekünk, ami nagyon sok örömet fog okozni a gyerekeknek. És a kézműves, talán meg tudsz erősíteni, ez nem csak a lányoknak érdekes, hanem próbálunk olyan programokat találni, vagy kitalálni, ami a fiúknak is érdekes lehet, tehát mondjuk madáretető, vagy pólófestés, vagy tükörkészítés, vagy ilyen dekorálás, fogaskészítés, szóval, hogy ilyen teljes körül legyen, mindenki megtalálhassa ebbe a sok programba azt, ami neki a legtöbbet ad, vagy legnagyobb kihívást nyújt, és így erősödik az önbizalma. Ez a módszer, ezt terápiás rekreációnak hívják, magyarul inkább az élményterápia hangzik jobban, vagy így kellemesebben a fülnek. Ezt a módszernek a hatékonyságát kutatások is igazolták, mi magunk is csináltunk kutatást, és valóban jelentősen nő a hozzánk érkező táborozóknak az önbizalma, az önmagukba vetett hite, az életminősége, és sokkal inkább megértik azt, hogy ők gyerekek, és önfeledten, felszabadultan lehetnek jelen a táborban. És a tárgyi apró adományok mellett nyilván az 1%-ra is nagyon számítunk, illetve nagyvállalat, illetve magánszemélyek támogatnak minket, vagy nagyobb összeggel, de nagyon sokat jelent az is, hogyha valaki úgy dönt, hogy havonta egy kis összeget átutal a bátortábor számára, akár 1000 forintot, mert ha sokan gondolják így, és rendszeresen utalják, ez nyilván nagyon sokan hozzájárul ahhoz, hogy a céljainkat tovább vihessük és fenntartassuk ezt a kezdeményezést. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy gondoltatok ránk, és hozzájárultok a gyerekek táborozásához így, talán más módon is, bízom benne, és köszönöm szépen a lehetőséget. A bátortábor munkájához, azt hiszem, hogy igazán nagyon fontos és nagyon szép célt tűzhetek ki magatok elé, és nagyon örülünk, hogy valaki tudnak hozzájárulnak úgy ehhez a dologhoz. Nektek pedig köszönjük szépen, vagy köszönöm szépen az adományaitokat, mert
nagyon nagy örömmel láttam, hogy sokan megértettétek, hogy mi volt a szándékunk ezzel. Tehát nem elsősorban maga az összeg vagy a nagyságrend számít, hanem azt is írtuk nektek, hogy a gesztust szeretnénk, hogyha minél többen és minél gyakrabban tudnánk gyakorolni, hiszen ott hallottátok, hogy mennyire fontos dolgok szorulnak támogatása, és bármilyen kicsi hozzájárulás ehhez nagyon, nagyon jól jön.